Jézus ránk hagyta a legdrágább örökségét, a békéjét, amelynek kincseit a Szentlélek ültette el a szívében, és édesanyja Mária ápolta, gondozta, gazdagította benne. Krisztus békéjének ez a hagyatéka a szentségek mellett az egyház kincstárának legbecsesebb része, amelyet a századok során mindig törekedett az emberiség közkincsévé tenni. Különösen a 20. század szent pápái szólaltak meg gyakran, és tettek fontos kezdeményezéseket a világ békéje érdekében. Az elmúlt 60 évben a pápák béke üzenetei hozzájárultak a világ békéjének fenntartásához. Először Szent VI. Pál pápa adott ki ilyen üzenetet 1964-ben, és ezzel elindította, hogy minden év január 1-je a béke világnapja legyen. Mindez szorosan kapcsolódik elődje a szintén szentté avatott 23. János pápa történelmi jelentőségű enciklikájához, a Pacemin Terris kezdetű apostoli leveléhez, amelyben minden jó akaratú emberhez fordult e szavakkal. A békét a Földön, amelyet az összes ember a világon minden időben hőn óhajtott, nem lehet másképp megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istentől alapított rend szent megtartásával. János pápa szavai ma is érvényesek. Ha az Istentől alapított szent rendet felrúgja a világ, vagyis megkérdőjelezi az erkölcsi alapokat, semmibe veszi a teremtett világ törvényeit, peremre szorítja az Istenbe vetett hitet és az ember Isten képiségére alapozott méltóságát, akkor a világot összetartó erők megrendülnek, és a béke alapjai meginognak. Ezért olyan aktuális ma a békéért imádkozni, amikor a világ tele van konfliktusokkal. Ferenc pápának a mai világnapra küldött békeüzenetében a világjárvány utáni helyzetet elemezve megállapítja, hogy amikor már remélni mertük, hogy túl vagyunk a koronavírus járvány legsötétebb éjszakáján, egy újabb csapás sújtja az emberiséget. Egy újabb szörnyűség kibontakozásának vagyunk tanúi. Egy háborúnak, mely hatásaiban hasonlítható a világjárványhoz, de amelyet bűnös emberi döntések irányítanak. Ukrajnában a háború ártatlan áldozatokat szed, és bizonytalanságot okoz. Nem csak a közvetlenül érintettek, hanem nagyon sokak számára széles körben és válogatás nélkül, beleértve azokat is, akik több ezer kilométerrel távolabb szenvednek a háború járulékos hatásaitól. Ez a háború a világ összes többi konfliktusával együtt az egész emberiség és nem csupán a közvetlenül az egész emberiség és nem csupán a közvetlenül érintett felek vereségét jelenti. Mit kell tehát tennünk? Teszi fel a kérdést a pápa. Először is engedjük, hogy a megtapasztalt válsághelyzet megváltoztassa a szívünket, vagyis engedjük, hogy ezen a történelmi pillanaton keresztül Isten megváltoztassa a világ és a valóság értelmezésének megszokott szempontjait. Nem csak saját biztonságunkat kell keresnünk, hanem itt az ideje, hogy mindannyian egész társadalmunk és bolygónk gyógyulásáért dolgozzunk, megteremtve egy igazságosabb és békésebb világ alapjait, komolyan elkötelezve magunkat egy olyan jóra való törekvés mellett, amely valóban közös. Kedves testvérek! Az előző évek gyakorlatát folytatva, idén is ebben az évindító körlevelemben hirdetem meg az új esztendő kiemelkedő programját, az egyházmegyei találkozót, amelynek célja, hogy Szent Erzsébet szülővárosában közösen imádkozzunk hazánk és a világ békéjéért, hogy feltöltsük lelki
akkumulátorainkat és a közös lelki élmények hatására megerősödjünk katolikus identitásunkban. Tapasztaljuk meg minél többen, hogy a Szent Mise valóban a családok erőforrása és az Istentől alapított szent rend megtartásának biztosítéka. Szeretettel hívom és várom papjainkat és híveinket. Kérem, hogy 2023. május 29-én, pünköst hétfőn zarándokoljunk el a Sárospataki Bazilikába, ahol együtt kérjük, hogy a szeplőtelen Mária, Jézus anyja és a béke királynője járjon közben értünk és az egész világért.